A történelmi múltat őrzi Székesfehérváron, az ország történelmi belvárosában a megújult országzászló tér. Hangulatos park jött itt létre, díszfolyóval, ülőkövekkel és árnyat adó fákkal. Nem véletlenül a Nemzeti Összetartozás napján adták át ezt az új teret itt Székesfehérváron. Országzászló tér, azt gondolom, hogy ebben az elnevezésben nagyon sok minden benne van, amit gondolnak erről a térről igazi közösségi helyként a székesfehérváriak. A nemzettörténelmi fővárosában a 30-as évek óta itt állt az országzászló, aztán sajnos egy történelmi időszakban ez innen elkerült, és most azt gondolom, hogy nagy ünnep, és annak ellenére, hogy hétköznap délután vagyunk, látszik, hogy nagyon sokan eljöttek, tehát tényleg nagy ünnep, hogy ezt az országzászlót visszaadjuk a köznek, de egyúttal valóban egy új közösségi teret is létrehoztunk, mindegy 330 millió forint összértékben, és úgy gondolom, hogy valóban egy olyan térként, ami egyszerre bizonyítja azt, hogy lehet valamit, hagyományait, értékeit tiszteletben tartva megőrizni, de egyúttal pedig egy modern közösségi teret létrehozni. Mit jelképez maga az országzászló emlékmű? Egyrészt a nemzettörténelmi fővárosában vagyunk, tehát én azt gondolom, hogy egyáltalán nem meglepő, hogy annak idején a 30-as években úgy döntöttek, hogy az országzászlónak az állításával az összne magyar nemzetre itt Székesfehérváron, ezen belvárosi tér keretében emlékeznek. Az elmúlt időszakban megújult több székesfehérvári terület, és tényleg egyre több közösségi tér jön létre. Nemrégiben néhány évvel ezelőtt adták át a főutcát, és ez nagyon illeszkedik kinézetében is a főutcához. Mennyire koncepció ez, és lesz-e folytatása ennek a programnak? Abszolút egy fejlesztési koncepció. Szeretnénk a belváros szélesíteni és egyre több közösségi teret létrehozni, ahol az emberek összejönnek, találkoznak, beszélgetnek, jól érzik magukat, mellette pedig emlékeznek a jeles vagy kevésbé jeles, de fontos történelmi eseményeinkre, és azt gondolom, hogy ezt a munkát szeretnénk is folytatni a következő években is. Azt látván, hogy ahol ilyen közösségi teret létrehozunk, ott az emberek jókedvűen, mosolyogva jönnek, és ezt gyorsan birtokba is veszik. Köszönöm szépen, polgármester úr! Székesfehérváron a megújult országzászlótér felújítása tavaly szeptemberben kezdődött, és most arra fejeződött be, önkormányzati forrásból több mint 330 millió forintból valósult meg. Onnan nézek hazám felé. A nemzeti összetartozást jelképezi az új országzászló Székesfehérvár belvárosában, melyet a trianoni békeszerződés évfordulóján avattak fel a felújított téren. A beruházást hosszú előkészítő munka után tavaly szeptemberben kezdték el, és társadalmi összefogással önkormányzati forrásból valósították meg. Hiszek egy Istenben, hiszek egy hazában, hiszek egy isteni örök igazságban, hiszek Magyarország föltámadásában. Ez az én vallásom, ez az én életem, ezért a keresztet vállaimra veszem, ezért magamat is leá feszítetem. Szeretném hirdetni reszketők lelkébe, szeretném égetni reszketők lelkébe, lángbetűkkel írni véres magyar égre. Ez a hit a fegyver, hatalom és élet. Ezzel porba zúzod minden ellenséged, ezzel megváltatod minden szenvedésed. E jelszót, ha írod babogós helybére, ezt, ha belevésed kardod pengéjébe, a halottak országát föltámasztod véle. Harcos, ki ezt hiszed, csatádat megnyerte. Munkás, ki ezt vallod, boldog jövőt veted. Asszony, ki tanítod, áldott lesz a neved. Férfi, ha ennek élsz, dicsőséget vettél. Polgár, ha ezzel kélsz, új hazát szereztél. Magyar, e szent hittel mindent visszanyertél. Mert a hit az erő, mert aki hisz, győzött. Mert az minden halál és kárhozat fölött az élet urával szövetséget kötött. Annak nincs többé rém, mitől megijedjen. Annak vas a szíve minden vésszel szemben, minden pokol ellen, mert vele az Isten. Annak lába nyomán zöldül a temető, virágdíszbe borul az eltibort mező, édes madárdaltól de hangos lesz az erdő. Napsütéstől fényes lesz házatája, mézes a kenyere, boldogság tanyája, minden nemzetségén az Isten áldás. Magyar, te most árva, elhagyott, veszendő, minden nemzet között lenne a földön fekvő, magyar, legyen hited, és tiéd a jövendő. Magyar, legyen hited és részed országod. Minden nemzet között az első, az áldott, amit Isten néked címeredbe vágott.
szíved is dobogja, szavad is hirdesse, ajkad azt remegje reggel, délben, este, véreddé, hogy legyen az ige, az eszme. Hiszek egy Istenben, hiszek egy hazában, hiszek egy isteni örök igazságban, hiszek Magyarország föltámadásában. Amen. Ünnepi köszöntőjében a város polgármestere hangsúlyozta, hogy az új park őrzi az elődök emlékét, tiszteli a magyar történelmi múltat és a hagyományokat is. Mindemellett pedig egy modern, 21. századi közösségi teret jelent. Nehéz ezen a helyen és ebben a pillanatban nem úgy beszélni, hogy az embert ne vigyék el az érzelmek. Azt gondolom, hogy akik most itt vannak, azok megértik, hogy ezt a gondolatot miért mondom. Polgármesterként különösen, amikor belegondolok, hogy ennek a térnek a valódi avatásán Székesfehérvár, azt gondolom, hogy legnagyobb polgármestere, Csitárigi Emil mondhatta polgármesterként a köszöntő szavakat. Én természetesen nem gondolom, hogy az ő beszédét nekem dolgom lenne, vagy megpróbálhatnám egyaránt egyáltalán itt a 21. században értelmezni, átgondolni, vagy új dolgokat igazán hozzátenni. Fogok is az ő beszédéből, köszönhetően levéltárunknak egy rövid idézettel a végén idehozni azt a szellemet és szellemiséget, amit ő mondott erről a térről, illetve amit ő mondott az országzászló jelentőségéről. De azt hiszem, hogy dolgom köszönetet mondani sokaknak azért, hogy ma itt lehetünk. Engedjék meg, hogy először is köszönetet mondjak, hogy itt el is hangzott annak a széleskörű civil összefogásnak, akik hittek abba, hogy ez a nap egyszer el fog jönni, és így is adózunk valamit annak, amitnek azt mondhatjuk, hogy demokráciában talán a rendszerváltoztatásnak mégis volt értelme. Ezekkel a szimbólumokkal lehet ugyanis bizonyos dolgokat, ha sebbként nem is orvosolni, de megmutatni, hogy a jövőnek úgy tudunk üzenni, hogyha tisztában vagyunk hagyományainkkal, értékeinkkel, és ez nem nélkülözheti a történelmi ismereteket, különösen azok ismeretét és megtanítatását nem csak az iskolákban, nem csak a családokban, hanem a köztereink során is. Nem elfelejtve, hogy mit jelentett ez a tér elődeinknek, amikor avatták. És nem elfelejtve, hogy miért pont a nemzet történelmi fővárosába került ez az emlékmű, és ez az országzászló felállítása. Hogy ezt a megyét és ezt a várost milyen történelmi felelősség terhelte, de egyben jelentőségét tekintve azt gondoltam, hogy áldotta is annak idején, de hogy ez nem csak a múltban van így, hanem hiszem, hogy olyan megyét és várost szeretnénk együtt építeni, amelyik tisztában van ezekkel a hagyományokkal, tisztában van ennek a városnak a jelentőségével, és vállalja az ebből fakadó felelősséget akkor is, amikor közösségi teret újít föl. Egyúttal engedjék meg külön, hogy ezért megköszönjem a tervezőknek, annak a tervező csapatnak, akinek tagjai előbb itt voltak még, de itt kisebb gyermekekkel jöttek, és lehet, hogy már a gyermek itt vagyunk, itt vannak. Szeretném nekik megköszönni, mert csapatként láttak neki ennek a munkának, és szerintem, ha valaki átgondolja, hogy mit vállaltak, akkor pontosan tudják, hogy könnyű most azt mondani, hogy köszönöm nekünk, de nekik bizony nagyon nehéz volt ezt a felelősséget fölvállalni, mert egyszerre kellett elődeink előtt tisztelegni, a hagyományokat tisztelni, egy országzászlót elhelyezni, egyéb más szimbólumok elhelyezéséről gondoskodni, a virágórát megőrizni, és egy modern 21. századi közösségi teret létrehozni. Ezt valaki átgondolja, akkor pontosan érti, hogy miért mondom azt, hogy ez egy kiemelkedően nehéz feladat volt. És köszönöm mindegyiküknek, aki kezdeményezte, aki elindította, utána fölkarolta és vállalta ezt a nem kis kihívást és felelősséget, aminek nyomán mi ma itt lehetünk, és nyugodtan megállapíthatjuk, hogy ez a tér egyszerre hagyományainkat és értékeinket tisztelő, az országzászló elhelyezésére alkalmas környezetet biztosító, egyúttal azonban modern, az embereket befogadó és az emberek számára egy találkozási pontot biztosító terünk lett. Nem egy rezervátum, ahol senki nem jön be, hanem az elmúlt napokban is látszik, hogy egy közösségi tér, ahol az emberek sétálnak, fotókat készítenek,
A fiatalok ezt föltöltik a közösségi média felületekre, büszkén odaírva, hogy országzászló tér. Leülnek, isznak, beszélgetnek, jól érzik magukat, mosolyognak úgy, hogy közben, amikor erre a zászlóra rátekintenek, erre az emlékműre rátekintenek, akkor mégiscsak a nap minden pillanatában tisztelegnek ezen nemzet és annak kiemelkedő városa történelme, elődeink, hőseink emléke előtt. És igenis, ez a két cél egyszerre megvalósítható. Pár hónappal ezelőtt sajnos ez a város megkapta azt a vádat, hogy túlságosan tiszteli hagyományait és keresztény értékeit. Mi akkor is elmondtuk, hogy igen, büszkén vállaljuk ezeket az értékeket. Enélkül nem lehetnénk egy több mint ezer éves város, enélkül nem mondhatnánk, hogy méltó helye van itt az országzászlónak, és enélkül nem lenne jövőnk sem. Mert igenis, egyszerre lehet hagyományokat és értékeket tisztelni, egyúttal pedig modern és élhető, szerethető környezetet megvalósítani. Ezek nem egymást kizáró, hanem nagyon is erősítő folyamatok, és ez kell, hogy nem csak városunk és nemzetünk, hanem Európa döntéshozói által is megértett alapvetés legyen. Akkor van ennek a kontinensnek, benne az európai nemzeteknek nem csak csodálatos múltja, sok nehézséggel és bizony borzalmas történelmi eseménnyel együtt, de egyúttal szép és cselekvésben gazdag jövője is. Engedjék meg, hogy befejezésül pedig idézzem Csitári polgármester úrtól azt a néhány mondatot beszédéből kiragadva, amit kifejezetten az országzászlóról szólt. Magyar testvérek, az imént lezajlott ünnep, ez emlékezés, a hőseink iránt érzett mélységes tisztelet és soha el nem múló hála kifejezője volt. A mostani szent elhatározás ünnepe. Hitet akarunk tenni az ezer éves Magyarország mellett, aminek ez a város évszázadokon át fő és székvárosa volt. Oltárra kívánjuk emelni a magyar zászlót, az országzászlót, amit ez az ősi város egykor büszkén őrzött falai között, amit látott nagy királyok előtt diadalmassal lengeni, győzelmes csatákból hazatérni, látta megtépve elbukni, és örökösnek tűnő sötét éjszakák után újból dacosan magasba röppenni. Röpüljön magasba az országzászló itt a nemzettörténelmi fővárosában. Mint amilyen ez az alkalom, mikor... Székesfehérvár országzászlótere méltóvá vált a nevéhez. A város polgárainak kezdeményezésére, a városvezetés széleskörű társadalmi összefogással állította helyre az 1936-ban méltatlanul, bocsánat, 1936-ban felállított azonban 70 évvel ezelőtt, 1948-ban méltatlanul elvontott erekés országzászló és Trianon emlékművét. Az országzászlót a történelmi egyházak képviselői áldották meg.